Jó estét kívánunk, kedves nézőink! Tisztelettel köszöntjük Önöket is, és tisztelettel köszöntöm mai beszélgető társamat, Mezei Jánost. Most az MPP országos választmány elnökeként ül itt, megyei tanácsosként, és kicsit beszélgessünk a novat politikai kérdésekről olyan szempontból, hogy nem mindig voltak megelégedve az MPP mozgásával Gyergyósza Miklóson, annak ellenére, hogy sikeres választások után vagyunk, és elmondhatjuk azt, hogy bejöttek a számítások szinte, bár aki pontosabban számol, az úgy veszi, hogy egy helyet veszítettek a városi tanácsban is, tehát akkor nem is volt olyan túl 100%-os a siker. Hogy értékeli a mai MPP-t 2018. február 13-án szerencsés napon? Tiszteltel köszöntöm én is a tévénézőket, és külön köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgetésre nyithatunk a mai este, ami a Magyar Polgári Pártnak a tevékenységét és az elmúlt időszakban kifejtett munkáját illeti. Természetesen lehetnek hiányosságok, és sok szemszögből, sokféleképpen nézhetjük a tevékenységét, amit kifejtett az elmúlt időszakban. Ellenben, amit mégis figyelembe kell venni, és mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy azért a munkát, a befektetett energiát, azt mindig a választásokban mérjük le, és a választásokban, hogyha visszaigazolás szempontjából mindig a Gyergyósza Miklósi közösség megértette a Polgári Pártnak az indítékait, megértette az irányvonalát, és mindig támogatta ezt a kezdeményezést. Én azt gondolom, hogy ha a Polgári Párt letért volna arról az útról, amelyet korábban is követett, hogyha szöges ellentétét vallotta volna annak, ami igazából a közösségnek a felemelkedését jelenti, akkor elfordultak volna, és nem támogatták volna a nagy mértékben és a nagy arányban a Polgári Pártot. Azt is kiemelném, hogy kisváros lévén nem beszélhetünk nagy politikai csatározásokról, meg nem beszélhetünk nagy politikáról, mert a választások azért némiképpen a személy függő, és inkább a személynek az ismertsége, az elfogadottsága viszi előre a választásokon, mint sem a politikai párt. Természetesen ahhoz, hogy egy csapatba lehessen indulni, csapatba lehessen tevékenykedni, ahhoz szükséges egy csapat, szükséges egy közösség, és szükséges egy jogi forma is, amit ebben az esetben a párt ad meg. Nem véletlen az sem, hogy több párt van a porondon, mert sokan vagyunk, sokfélék, és a gondolatmeneteink, a gondolkodásunk, a pártnak az ideológiája azért különbözik sokféleképpen. És azok az emberek, akik hasonlóképpen gondolkodnak, hasonló elveket vallanak, többnyire akkor azonos pártban foglalnak helyet, és akár tetszik, vagy akár nem, akár szeretik az emberek a politikát, vagy a pártoknak a működését, vagy a létét, de azt mindenki el kell fogadja, és el kell ismerje, hogy a politika és a pártok vezetik jelen pillanatban is az országot, a várost, a közösségeinket. Így szerveződtünk, így élünk mi közösségben, és szerepvállalások ezen a téren tudnak megvalósulni. És fontos, azt is tudjuk ebből kifolyólag, hogy mindig amilyen személyeket megválasztanak a szavazópolgárok, olyan személyek és olyan vezetők fogják vezetni 4 évig vagy 5 évig a településüket, vagy akár az országokat. Ezért fontos, és kiemelném a fontosságát annak, hogy amikor lehetőség nyílik arra, hogy szavazatunkkal véleményt nyilvánítsunk, akkor ezt meg kell tennünk, és nem szögezném, vagy nem értékelnem úgy, hogy kötelező is a szavazatunkkal élnünk és elmenjünk a szavazáson, részt vegyünk, de ez egy állampolgári kötelességként is azért be kell tudni, mert a jövőnket, a sorsunkat tudjuk ezzel irányítani. És a fontosságát kiemelve a politikai pártokban résztvevő személyeknek a helyét a választópolgárok döntik el. Az utóbbi 3-4 esztendőben nem sokszor láthatták nézők képernyő előtt, nem sokat írtak az újságok, főleg az utóbbi 3 esztendőben önről.
Most ismét megjelenik. Milyen szerepe van most önnek a párton belül? Hát nem tűntem el én a politikai szintéről. Az a kellemetlen dolog, ami történt velem ezelőtt 3 évvel, az nem pártot talanított el attól, hogy továbbra is folytassam a politikai tevékenységemet. Ellenben beláttam azt, és én jobbnak láttam inkább mondjam azt, hogy ne maradjak továbbiakban az élvonalban. Pontosabban azért, mert úgy éreztem, hogy ezzel a közösségnek a rovására leszek, a városnak a hátrányára. Ezért átadtam ezt az élvonalbeli szerepet, és inkább a háttérből próbáltam, azaz tevékenykedni. A megyei tanács keretén belül fejtem ki az aktív politikai tevékenységemet és a közösségépítési munkálataimat. A megyei tanácson kívül a pártpolitikai téren is választmányi elnökké választottak, ami egy elég fontos beosztás és fontos szerep is a párt életében. Ezért elég nagy feladat hárul a választmányi irodára és a választmányi tevékenységre. Ezen túl viszont az országos elnökségnek tagja vagyok, országos alelnökként is kifejtem a tevékenységemet, ami a politikai tevékenységben a pártnak az irányelveit és a hosszú távú cselekvő képességét határozzuk meg. A régi időkhöz szokott emberek, régi kifejezésekhez szokott emberek ezt úgy képzelhetik el, mint a párt központi bizottságának a tagja. Valóban lehet hasonlítani. A baj az, hogy annyira nem értettem, és nem éltem még azt az időszakot. 14 éves voltam, amikor a változás megtörtént, és az a régi kor az igazából nem érintett annyira meg, viszont a szelét azért mi is hoztuk magunkkal, és halva az elődeimtől valóban egy hasonló beosztásnak a titulusát bírom most. A legutóbbi választások előtti nagy összeborulás az RMDS-szel sokak számára nem csak furcsa volt, hanem egyenesen felháborítónak vették a dolgot. Nyilván emberek vélemények különböznek. Hogy látja most ön, hogy valóban továbbra is kis testvére maradt az MPP, akit a macskaasztalnál etetnek, esetleg egy ebédnél, vagy pedig megvan a megfelelő súlya ebben a megbeszélések további lépések tekintetében. Város szempontjából tagadhatatlanul jól jött ki ez a kiegyezés. A Magyar Polgári Párt, amikor létrejött, akkor nem azért jött létre, hogy valaki ellen tevékenykedjen, hanem valakiért és valamiért. Ennek érdekében, amikor megjelent az az igény is, hogy elég a széthúzásból, elég a többfelé való politizálásból, akkor megértettük a közösségnek a szavát, és az RMDS is, hála, hogy beláttam, hogy a Magyar Polgári Pártot nem tudja leírni a politikai térképről. Ezért a kezdeményezés úgy a mi részünkről, mint az ő részükről megvalósult, és leszögeztünk olyan irányelveket, amelyek mellett közösen fogunk dolgozni, és közösen fogunk tevékenykedni. Én azt gondolom, hogy a Magyar Polgári Párt politikailag megnőtt azáltal, hogy egy ilyen gesztust elfogadott, amit felkínáltak, és ami a tárgyalásokból kijött, és én úgy érzem, hogy pozitív hozadéka is van ennek a Fridnek. Ellenben azt kiemelném és hangsúlyoznám, hogy fontos az a szempont is, hogy a Magyar Polgári Párt megtartsa azt az utat, amelyet annak idején kinézett magának, ne térjen teljesen le, és ne váltson teljesen irányt ezáltal, hiszen inkább az lenne a szerepe, hogy azt az ideológiát, amit képvisel, próbálja bevinni az RMDS-be, ha már nem tudtuk annak idején megtenni, hogy az RMDS-ben tevékenykedve fejtsük ki ezt a gondolatmenetet, inkább akkor egy más párttal erőt és tömegeket felállítva próbáltuk az elveinket, a gondolatainkat elfogadtatni és elfogadtatásra előirányozni a nagy, mondjam azt, hogy a magyarság többségi politikai szervezetével szemben.
aki figyelmesen követi a napi politika Romániában, benne a magyarok mozgását, egy dolgot föltétlen észrevett körülbelül 8 hónapja, hogy az RMDSZ már nem kampány szerűen alkalmaz olyan dolgokat, mint az autonómiáról beszélni, mint a kisebbségvédelem, tehát zászlóügyek, ami eddig mindig általában kampányban fogjunk össze egyerű. Úgy érzi, hogy az MPP-nek van ebben kis szerepe? Hát én azt gondolom, hogy az MPP idézt elő azt, hogy az autonómia kérdése ebből a szemszögből a most a politikai palettára került. Hiszen az első kampányaink és az első szlogenjeink meg a plakátjaink az Magyar Polgári Pártnak volt, aki felmerte vállalni és elindította az autonómia kérdését. Addig nem igazán beszéltek és inkább suttogva beszéltek erről a jelenségről, mondhatom. De most hál' Istennek, hogy lassan addig mondtuk, addig próbáltuk ezt különböző fórumokon felhozni, ameddig most már az RMDSZ is nyugodtan kimeri mondani, és nem kell összerezzenjen, nem kell körülnézzen, hogy valaki hallja-e, vagy valaki körülötte áll-e, nyugodtan felvállalhatja és nyugodtan mondhatja bármely politikai párt. És ezt az SNT-nek köszönhetően a Magyar Polgári Párt tűzte zászlajára, és hogyha egyebet nem is tettünk volna, én azt gondolom, hogy már ez egy nagy lépés, hogy az autonómia kérdését a politika a szájára vette, és most már nem csak beszél róla, hanem most már lépések is történnek, úgy a többségi nemzettel való kommunikációnak a kialakításában, mint az azonos célok és célkitűzéseknek a megfogalmazásában. Ön azért csak kapcsolatban van magasabb szinten a magyar politikusokkal is. Mit tapasztal, ők hogy fogadták ezt a kibékülést? Mondjam azt, hogy a Magyarországon élő politikusoknak és magyarországi vezető embereknek az a jó, hogyha a nemzet egységesen gondolkodik. Az a jó, hogyha nem a széthúzás, hanem az összefogás és az összetartás visz minket előre, hiszen azért a diaszporában azért annyira szét vagyunk szóródva. A leszakadt ország részekben egyre kevesebben vagyunk, ezért fontos az, hogy azért egységes gondolatok és egységes közösségként lépjünk fel egy bizonyos közösségi érdekekben. És a Magyarországról visszajelzés pozitív jelei voltak a visszajelzéseknek, pontosabban gratuláltak ahhoz, hogy meg tudtuk lépni ezt a nagy lépést egy politikai párt életében, úgy az RMDSZ részéről, mint a Magyar Polgári Párt részéről, és továbbra is ez a kezdeményezés támogatott a magyar politikai térről. Ezt a hullámot és ezt a lehetőséget ezt kihasználva tovább szeretnék ezt kamatoztatni, és a jó dolgokat bevinni, a jó dolgokban közösen összefogni, és közösen cselekedni. Gondolkodásban a Polgári Párt a néppárttal állt közelebb. Mi a helyzet most a két kisebb párt között? A Polgári Párt a néppárttal nem zárta be az ajtait. Mindig nyitva áll és mindig tárgyaló készek vagyunk bármire. Én személy szerint különösen támogatnám és támogatom azt, hogy a néppártot is megszólítani és bevonni ebbe a munkába. Sokan nem értenek ezzel egyet, sokan ellenzik, vagy sokan másképpen gondolkodnak erről, de én azt látom, hogy nem szabad a személyi, mondjam azt, hogy az arroganciát, vagy a személyi sértődöttségeket behozni a politikai életbe, ezeket félre kell tenni, és a közösség érdekeit előtérbe helyezve meg kell hozni azokat a kompromisszumokat, amelyek szükségesek azért, hogy Erdélyben, vagy akár más Magyarországtól leszakadt ország részeken meg tudjunk maradni magyarnak. Ha engem most megkérdeznek, hogy egy hónap múlva
lesz Marosvásáron ismét találkozás, akkor mit válaszolhatok? Egyébként a kedves nézők is mit tudnak? Március 12-ig emlékszem. 10. Igen. A márciusi találkozások sajnos az utóbbi időkben a különböző politikai csatározások miatt voltak politikai szervezetek és pártok, amelyek kimaradtak a szervezésből is a részt. Hát mondjuk nyíltan az RMDSZ például. Az RMDSZ, igen, nem igazán támogatta. Nem tudom, most több verzió van, hogy miért, de nem igazán támogatta ezt a kezdeményezést. Olyan is volt, amikor ott volt és részt vettek, és aktívan cselekedtek ebben a kérdésben. De én azt mondom, hogy ha a Magyar Polgári Pártot megszólítják, akkor mindannyiszor ott volt és ott is lesz. Én azt gondolnám, hogy minden politikai párt, a Néppárt többnyire ő is mindig részt vette ezen a találkozáson, és én remélem és bízok abban, hogy az RMDSZ is most már félreteszi azt a neheztelést esetleg, hogy nem kérdezték meg időben, vagy nem vonták bele a szervezésbe, vagy kikerülték őket. Ilyenkor én azt mondom, hogy félre kell tenni minden egyes ilyen sértődöttséget, és ott kell lenni. Olyasmi nem volt, hogy amikor, már én emlékszem ilyen eseményre, hogy akkor fölállt az RMDSZ-nek, egyszerűen kifütyölték. Vajon ez mit vált ki egy politikusból? Mennyire teheti túl magát egy kifütyölésen? Hogy éli még egy politikus azt, hogyha olyan dolgok hangzanak el, ami neki nem tetszik? Amikor polgármester volt Mezei János, akkor két esetben is történt olyan dolog, egy a televízióval, amikor felhercsent, és a sajtóval, tehát írott sajtóval is, kis újságról beszél nyíltan. Ki lehet nőni ebből a helyzetből, mert az lett egy fiatalkori fellobbanás is. Most hogy beszélgetne egy újságíról, aki nem kényelmes kérdéseket tesz fel, mint én például? Nincsenek gondjaim a kényelmetlen kérdésekkel, nincsen takargatni valami, és nincs olyan dolog, amit nem lehetne megbeszélni. Azt fűzném hozzá, hogy azért mindenki emberből van, még a politikus is. Hiába is sokan úgy gondolják, hogy nem. Érző és érzékeny emberek vagyunk, figyelünk a külső ingerekre, és próbáljuk azokat az ingereket a megfelelő helyen kezelni. Viszont azt is kell tudni, hogy a cselekedeteid, mint politikus, vagy mint egy vezető ember, nem mindig elfogadottak, és nem mindenki által szeretett tevékenység vagy lépések, ezért van, aki hangot is ad ennek a nem tetszésének, és ezt a reakciót valamilyen szinten kezelnie kell egy vezető embernek. Valahogy olyan helyre kell tegye a bensőjébe is, vagy az emlékeiben, ami nem lehúzza, hanem inkább gondolkodásra gerjeszti, és gondolkodó emberként beépíti a későbbi cselekedeteibe. Természetesen azt is meg kell nézni, hogy ez pozitív vagy negatív, vagy valakinek a sértődöttségéből adódó, frusztráltságából adódó nem tetszés nyilvánítása jelent meg, vagy tényleg építő jelleggel próbált kritikusként fellépni és hangot adni az elképzeléseinek. Hogyha most a kis újságra térünk vissza, és hogyha felhozta, akkor megemlíteném azt, hogy én nem érzem itt a kis újság kérdésében hibásnak magam. Hiszen a kis újság nagyon régóta már anyagi gondokkal küzdött, és én nem tettem egyebet, csak megszüntettem egy hirdetést, amit folyamatosan... 1200 leút, egész pontosan. Igen, egy jó lapnak egy hirdetést adtunk fel önkormányzatként a kis újságban, és ezt a hirdetést egy idő után nem igényeltük. És ez a hirdetés, én azt gondolom, hogy egy 1200 lejes hiánytól én szerintem nem kellene egy jó működő sajtóorgánum kapuit bezárja. Úgy gondoltam volna, hogy ez nem befolyásolja annyira az életét, hogyha egy cég most meggondolja magát és többet nem akar a kis újságban hirdetni, akkor attól arra fel, akkor meg kell szüntetni esetleg egy akár egy intézményt, vagy egy egyesületet, vagy egy újságot. A ellentétek
különösebben nem voltak, a nyitottság megvolt részünkről, csak azt a hirdetést a továbbiakban nem igényeltük, nem rendeltük. De ez nem csak polgármesteri döntés volt, úgy tudom. Ezt az önkormányzatban döntöttük el, és közösen hoztuk meg ezt a döntést, hogy akkor ezt a, ez, erre a, mondjam azt a reklámra, vagy erre a hirdetésre, ami ott megjelenik, arra már nincsen szükség, hanem a közlönyünkben, amit annak idején a városban szétortunk, abban fogjuk az információkat a lakosokhoz eljuttatni. A zsákot mégis Mezei János viszi a hátán. Igen. Mert ezt le nem tudja most, hogy a kisújságot Mezei János szüntette meg. Igen, így próbálták beállítani akkor az ottani emberek, akik akkor benne voltak, és inkább azt mondja, bűnbakot kerestek. Azt, hogy a mögöttes dolgok mik voltak, vagy hogyan alakultak, én abban nem mentem bele. Nagyon sajnálom, hogy azóta sem kaptam lehetőséget arra, hogy leüljek azokkal a személyekkel, és akkor kibeszéljük, áttárgyaljuk, és megbeszéljük ezeket a dolgokat. De ahogy az alakulását láttam, és a fejleményét láttam az egésznek, én úgy éreztem, hogy a kisújság így is úgy is bezárta volna kapuit, nem ettől a hirdetéstől állt, vagy bukott a léte. Most megyei tanácsos minőségben próbál tenni a városért, próbál tenni a közösségért. Azokért az irányelvekért, amelyeket a pártja is képvisel. Milyen egy nagyon erős RMDSZ-es megyei önkormányzatban MPP-sként helytállni? Valóban kisebbségben politizálni az nem annyira jó és nem annyira eredményes, mint egy többségi kétharmados támogatással meghozni döntéseket és ki is vitelezni. Hiszen a gondolatokat mi is rá tudjuk mondani, szóvá tehetünk bizonyos sérelmeket vagy nem tetszésünket. Ellenben az, hogy ezt ki is tudjuk vitelezni és életbe tudjuk ültetni, ezért már többségre lenne szükség. A kivitelezésben nem nagyon tudunk részt venni és szerepelni, viszont a gondolatainkat elfogadják és meghallgatnak. Én azt látom, hogy a megyei tanácsnál egy nyitottság indult el. Természetesen ennek az is az oka, hogy Gyergyószent Miklós és a Magyar Polgári Párt ellen voltak nagyon sokáig, főleg az első mandátumban. És amikor látták, hogy azért nem vagyunk ördögtől valóak, akkor elindult egy párbeszéd. Ennek a párbeszédnek az eredménye tulajdonképpen még a jelenlegi RMDSZ Magyar Polgári Pártos kapcsolat is, hiszen elfogadták, hogy létezünk, és nem tudnak életenni, sőt, inkább folyamatosan erősödünk, hiszen most már 15 polgármesterünk van az országban, és még nőttünk, nemhogy az erőnk elfogyott volna. Ezért a megyei tanácsban is ugyanúgy a kapcsolati rendszerünk javult, a régi sérelmeket félretettük, és most már megpróbálunk úgy tevékenykedni, hogy ez a jót szolgálja. Az elnök úr részéről is, vagy az alelnökök részéről is mindig kérdésekkel megkeresnek a fontosabb döntésekben, és úgy látom, hogy figyelembe is veszik a gondolatainkat, figyelembe veszik az érveléseinket. Lát esélyt arra, hogy valamikor tényleg egy nagy ernyőszervezetben tömörüljön az egész erdélyi magyarság, független attól, hogy úgy, hogy a megyei tanácsnak is van gyergyószéki, udvarhelyszéki, csíkszéki szövetsége, fiókja. Így például egy nagy országos, amit most az RMDSZ magáról mondott éveken keresztül, hogy ő az ernyő szervezet, hogy tényleg létrejön olyan ernyő szervezet, ahol mindenkinek, a néppártól elkezdve a polgári pártig és az RMDSZ-ig egyforma hangon tudjon szólni. Tehát kit lehet majd alakítani egy olyan közös megegyezést, ami például az autonómia ügyében, ami pillanatilag nincs meg, ezen nincs, amit vitázunk, mert nincs közös megegyezés. Olyan mellékutcák vannak itt is, ott is, hogy azt egyelőre nehéz lesz összeterelni. És főleg a szomor az, hogy nehéz tálalni az embereknek, a polgároknak, mert úgy érzik, hogy akik ezzel foglalkoznak,
azok előtt sem teljesen tisztel, mit is akarnak. Hogy áll ön az autonómia kérdésben? Miért látja fontosnak, jónak, és mi az, amit úgy érez, hogy nem ártana másképp tenni? Én a nagy elnyő szervezetben nem hiszek annyira, inkább én azt látom, és azt vallottam mindig, hogy valahogy azt kellene megtalálni, hogy az a 7-10 pont, ami a nemzeti kérdésekben egyezzünk meg, és abban ne legyen széthúzás, ne legyenek olyan szöges ellentétek, amelyek akadályoznák a kivitelezését. Ezt a minimumot, azt a politikai minimumot, azt el kell fogadni, és ebben közösen kell tevékenykedni. Viszont mindenki őrizze meg a politikai identitását, mindenki őrizze meg a politikai létét, és próbálja kiteljesíteni, próbálja megvalósítani azokat az irányelveket, amiket ő magának kitűzött. Viszont az a minimum, az a pár pont és az egyesség az álljon és ne menjen a közösség rovására. Ezért például nem mondom azt, hogy nincsen egy kapcsolat az autonómia kérdésében is, hiszen most írt alá mindhárom párt egy egyezményt, amiben az autonómia kérdésében közösen lépnek fel, és közösen viszik és támogatják ezt az indítványozást. Kolozsváron történt ez meg, és én azt látom, hogy ez egy nyitottság úgy a néppárt részéről, mint az RMDSZ részéről, vagy akár a Magyar Polgári Párt részéről is. Hiszen mindannyian aláírták, mindannyian ott voltak, és megegyeztek abban a minimumban, amit képviselni kell az autonómia törekvésben. Mi az a minimum, amit föltétlenül kötelezően be kell tartani, és amellől nem lehet félrelépni se jobbra, se balra? Hát most... Most a Minority Safe Pack csomag, amit egy polgári kezdeményezésként indult el, abban le van szögezve és le vannak fektetve azok a pontok, amelyet egy Európában élő őshonos kisebbség kérne és igényelne magának. Akár a nyelv, vagy a szimbólumok használata, vagy az anyanyelven való sportközvetítések, vagy a szabad joggyakorlat, amit egy kisebbség is magáinak tudhat és magáinak érezhet. És ezekben a lépésekben közösen tevékenykedni, sőt, azon kívül azokra a rendezvényekre, akár a március 10-e, vagy a márciusi találkozás, amit minden évben a Székely Nemzeti Tanács szervez, és hív meg arra minden egyes politikai pártot, arra ott lenni, tömeget képviselni, és jelen lenni az ilyen eseményeken. Akár hogyha van egy megszólítás, vagy egy igény, akár a Székely Nemzeti Tanács részéről, aki az autonómia kérdését hordozza az ászlaján, akkor mi arra reagálunk egységesen, és nem azt nézzük meg, hogy akkor azt ő kezdeményezze, vagy én kezdeményezzem, vagy inkább az én hozzám csatolják, vagy inkább én abban nem veszek részt, hanem amikor megszólítanak, akkor ott legyünk és vállaljunk szerepet, és jelenjünk meg ezeken az eseményeken. Az aláírásgyűjtés erre a csomagra, hogy 1 millió 7 országból ez az elvárás, akkor lesz arra alkalmas ez a csomag, hogy be lehessen terjeszteni az Európai Parlamentnek. Hogy állunk? Az idő lassan elszivárog. Igen, április 3-áig kell leadni, és addig viszont az 1 millió aláírás össze kell gyűjjön. Most jelen pillanatban 600 ezer aláírásnál tartunk, és nagyon jól haladnak. Magyarországon is meghaladta a 100 000-et, és Orbán Viktor, miniszterelnök úr, most írta alá a napokban, úgyhogy ő is támogatja, és ő is felszólítja a kisebbségben élő... Kérte is a... Külön, így van, a kisebbségben élő a személyeket, hogy mindenki járuljon hozzá, és támogassa ezt a kezdeményezést, hiszen hogyha 1 millió aláírást az Európai Bizottság felé előterjesztünk, akkor én azt gondolom, hogy ez súllyal fog hatni arra törekvésre, amit egy európai kisebbség, őshonos kisebbség magának megfogalmaz. Jó úton haladunk, én úgy látom, össze fog gyűlni. Azt, amit Erdélyben vállaltunk, azt már teljesítettük, sőt, fölötte vagyunk, hiszen 250 ezer aláírást vállaltunk be annak idején, és most már azon túl vagyunk. Intenzíven dolgozunk most is, hogy ez az 1 millió aláírás összegyűjjön.
Ezért örülök ennek az adásnak is, hiszen ebben is el tudjuk mondani a fontosságát, és azt, hogy abban a lépésben, amelyet a politikusok kezdeményeznek, abban a segítségét kérjük az egyszerű polgároknak is, akik lehet, hogy másképpen nem szeretnének hozzájárulni a nemzeti ügyekhez, de ennyit, hogyha felüti a honlapot és egy 3 perces regisztrációval, vagyis bejegyzéssel, aláírással meg tudja tenni azt, hogy az ő neve is oda kerüljön, és az 1 millió közül az 1 legyen, és eredményre juthatassuk azt az elképzelést. Aki nem jut honlaphoz, annak most 3 párt ajtói vannak tárva nyitva aláírása, tehát ha nem tetszik az RMDS, akkor mehet az MPP-hez, ha nem tetszik az MPP és az RMDS, akkor mehet a néppárthoz, a Száregyi úti irodába. Jó dolog ez. Az 1 millió magyar kezdeményezésre létrejött csomag aláírás csak magyarokra vonatkozik, vagy pedig hát nagyon sok őshonos nemzet él itt Európa szerte. Ők is bekapcsolódnak ebbe, vagy bekapcsolódhatnak? Bekapcsolódhatnak, tehát nem csak magyar ügy ez. Nem csak magyarok, hiszen 7 országból kell összegyűjjön az 1 millió aláírás, minimum 7 tagállamból kell összekerüljön, és ez fog majd előkerülni. Minden európai őshonos közösségnek az érdekeiről van szó, és többek között itt vagyunk mi is, egy elég nagy számban lévő kisebbséget képviselünk Kárpát-medencében, és ehhez viszont csatlakozhat bárki, és kezdeményezheti, vagy az aláírásával támogathatja ezt. Természetesen, aki a pártirodákba nem jön be, vagy a honlapon megtalálja, akkor minden elérhetőséget és minden lehetősége. Akkor például a Magyar Polgári Pártnak az irodái 9 órától 13 óráig minden nap nyitva vannak. A volt mozi emeletén ki van írva, és el lehet oda bármikor menni. Vagy márciustól 9 órától 16 óráig lesz már ügyfélfogadás. És hogyha nem tudnak mégsem feljönni, akkor a Polgári Pártnak van a telefonszáma, ami a Polgári Párt telefonszámán elérhető bármikor ebben az időszakban, és telefonon segítenek. A 0266 364 658-as számon. Lassabban lesz szíves mondani. 0266 364 658-as telefonszámon érhetik el, fix telefon. Ellenben az iroda munkatársaink a telefonon is felhívogatják azokat a személyeket, akik a párton belül vannak, és próbálják őket felkérni és segíteni abban a regisztrációban, amelyet akár a Minority Safe Pack, vagy akár a magyarországi választásokra való segítséget. Ami szintén fontos. Ami nagyon fontos. És ezt az Orbán Balázs Akadémia Egyesületen keresztül kaptuk a felkérést Magyarországról, és ezen keresztül, az Egyesületen keresztül segítjük mi a tevékenységét. Úgyhogy ha bárkinek valamilyen kérdése van, vagy ha ideje van, akkor nyugodtan feljöhet ezekben az időszakokban, 9 órától 14 óráig márciustól, bármikor kérdezhet, és segítünk, akár ott regisztrálhat helyszínen, vagy ha nem telefonon, hogyha felhív, akkor telefonon fogjuk tudni segíteni azt a pár lépést, amelyet az elektronikus hálózatban megtehet. Azt tapasztaltuk, hogy a régi leköszönt polgármestereknek utána nagyon sok jó ötlete van az újak felé, és akár glosszákat tudnak írni róla, vége érhetetlen tanácsadásba súlykolva az ötleteiket, amiket ők nem tudtak kivitelezni. Ön hogy áll ezzel, mint volt polgármester, hogy néz a mai városvezetésre, és tanácsok helyett, vagy tanácsokkal együtt miben tudja segíteni munkát, hiszen várják azt, hogy segítse. Igen, fontos a stafétának az átvétele. Én mindig azt mondtam, hogy az a jó, hogyha a folytonosság megvan, nincsenek szakadások. Akár egy személynek a több mandátumon keresztüli tevékenysége, vagy akár az egy párton belüli folytonosság. És a stafétának a továbbvitele, ez mindig lehetőséget és pozitív lendületet hozhat, hiszen nem kell újra gombolni ismét a kabátot, hanem onnan arról a lépcsőfokról tovább lehet indulni.
Természetesen fontos az, hogy a újabb politikában benne legyünk, akár mint Gyergyó Szent Miklós polgármestereként is, vagy akár az anyaországban lévő politikával is napirenden legyünk, és az ottani támogatást is meg tudjuk szerezni. Ezért most mielőtt még belemennék a polgármesteri tevékenységbe, még kiemelném a fontosságát annak is, hogy egy nagyfokú magyarországi támogatás, egy anyaországi támogatás nagy mértékben befolyásolja egy kis település, vagy akár Gyergyószent Miklós kisváros életét, gazdasági tevékenységét és a boldogulását is. Hiszen, hogyha mögöttünk érzünk egy országot, egy tagállamot, európai tagállamot, aki elfogadja és elismeri, hogy itt vagyunk és segíteni is szeretne, akkor nekünk ez kötelességünk, hogy lépjünk, tegyünk és segítsünk abban a kezdeményezésben, amelyet ők irányunkban tettek, és a regisztrációval vagy a választáson való részvétellel tudjuk ezt legfőképpen megtenni. És itt emelném ki, és itt hívnám fel a figyelmét a lakosságnak is, hogy nagyon fontos az, hogy mögöttünk legyen egy nagyobb ország, mögöttünk legyen egy nagyobb közösség, és ha ezt érezzük és ezt tudjuk, akkor sokkal könnyebben tudunk akár a gondolatainkat érvényesíteni, akár a román parlamentben és a román politikába bevinni azokat az érveket és azokat a gondolatokat, amelyeket mi képviselünk és amit tovább viszünk. És a jelen városvezetés is figyel arra, hogy a magyarországi kapcsolataink azok, amelyeket annak idején elég sok idővel és sok energiával újra élesztettünk és újra ébresztettünk. Ezért nagyon sok munkát igényel, nagyon sok utazást, viszont ezeknek az utazásoknak előbb-utóbb a gyümölcse meg lesz, hiszen nem utolsó szempont az sem, hogy egy Európai Uniós pályázatban, hogyha egy más országnyi támogatás kell, akkor bármikor számíthatunk Magyarországra, vagy nem utolsó szempont az sem, hogy amikor ezeknek az elosztása megtörténik, akkor egy Magyarország hogyan viszonyul akár romániai pályázatokhoz, vagy az elbírálás folyamán milyen lépéseket tesz. Úgyhogy én ezért nem lehet elzárni Gyergyószent Miklóst külön, azt mondani, hogy ez külön politika, külön gazdaság. Hiszen a mi politikánk alkalmazkodnia kell az országos politikához, a mi gazdaságunkat nagy mértékben befolyásolja az országos gazdaság. És ezt nem lehet elválasztani. Olyan nincs, hogy Gyergyószent Miklóson mindenki nagyon jól él, jó a gazdasági lendület, van pénz, mindenkinek nyugalomban és biztonságban élnek, és az ország közben gazdasági válságban. És fordítva sem lehet az, hogy az ország jól megy, és Gyergyószent Miklós akkor lemarad. Ez valahogy ebben az országban élünk, és valahogy ezt a kölcsönhatást, ezt tudnunk kell, és érződik is ez mindenképpen. Látva most az országos gazdasági lehetőségeket, én azt látom, hogy a nagyvárosok nagyon fejlődnek, viszont a kisvárosok azok egyre jobban süllyednek le. Nagyon remélem és nagyon bízom abban, hogy az pályázatok, amelyeket már korábban is elterveztünk, próbáltunk, már az én időmben terveket készítettünk, és irányelveket szabtunk arra, hogy milyen pályázatokban tudunk részt venni, és készüljünk fel arra, hogyha megnyitják, akkor az első között tudjuk letenni. Ezért bízok abban, hogy ezek a pályázatok megérnek, és most nyitott az Unió a kisvárosok felé is, nyitott Románia kormánya is arra, hogy most már ne hagyja ki a kisvárosokat ebből a pályázati ciklusból, és hogyha ezek a pályázatok megvalósulnak, akkor valóban be tud indulni Gyergyószent Miklóson és gazdasági fellendülés. Romániát említette, román politikai jellemzők szerint viszont Románián belül is nagyon súlyos eltérések vannak a fejlődés támogatás szempontjából. Tehát teljesen másképp támogatják az óromániai részeket, és teljesen másképp támogatják, vagy pontosabban nem támogatják az erdélyi részeket. Az erdélyi románságnak is nagy fájdalom ez, tehát nem csak nekünk is, Székelyföldnek fáj ez a dolog,
Hát nézzük csak az autópályától elkezdve, bármeddig, hogy minden. Most megpróbálnak, hogy hát most már mégse, inkább Brassó és Jas legyen, ne pedig Kolozsvár és Brassó összekötve, vagy ilyesmik. Tehát hogy tudnak például román erdélyi gondolkodás, tehát transzilván gondolkodású politikussal társalogni? Vannak próbálkozások? Vannak próbálkozások, és én azt tapasztaltam, míg polgármester voltam, hogy ha Bukarestbe bementünk, akár államtitkárhoz, vagy miniszterhez, mindig szívesen fogadtak, és nem volt olyan nehéz bejutni hozzájuk, és nem volt olyan nehéz eljuttatni a gondolatainkat, vagy a céljainkat. Viszont én azt látom, és azt hiányolom én a jelen román kormányában is, és sok politikai szervezetben is, hogy nincsenek távlati célok, és nincs egy irány, amerre haladni. Mindig én azt mondtam, hogy nem számít, hogy merre, csak valamerre haladjunk. Még az is jobb, hogyha nem igazán az az út, amelyet sokan szeretnének, de mégis van egy irány, és azon halad előre az ország. És meg tudják nekünk mondani azt, hogy ma itt vagyunk, és holnap hol találhatjuk magunkat. Ilyenkor egy biztonság lesz a gazdasági szereplők életében is, és akkor szívesebben beruháznak, nyugodtabban fektetik be a pénzeiket, mert tudják, hogy akkor A-ból B-be fogunk jutni. Én azt is mondanám sokszor, hogy látva a mostani politikai helyzetet, hogy felkérném az egész parlamentet, hogy egy évig menjen el szabadságra, és ne hozzanak semmilyen döntéseket, hogy ami döntések megvannak, akár gazdasági téren is, hagyják ezeket meg legalább, hogy tudjunk felzárkózni, mert az a legnagyobb probléma most, gazdasági szereplőként tevékenykedve én is, látom, hogy ma van egy törvény, holnap az a törvény megváltozik, és teljesen kibillen a sarkából. Folyamatosan alkalmazottakat kell a cégek felvegyenek azért, hogy ezt a bürokratikus rendszert valahogy tudják kielégíteni. Ez nehézséget okoz, és fejfájást a cégvezetőknek is, és a beruházásokban sokszor ez akadály. Nagyon sok embert érdekel, hogy áll az ügye? Hát jelen pillanatban 3 éve múlt, hogy megtörtént velem az ominózus eset. Azóta még nincsen semmilyen bírósági döntés. Minden hónapban tárgyalások folynak, még nem zárták le, és nem hoztak fel semmilyen elmarasztaló döntést ellenem azóta sem. Én ezt is furcsán tartom, és nagyon, nagyon furcsán tekintek erre az egész folyamatra, hiszen elmúlt 3 év, és az ember nem tudja, hogy mit évül legyen, mi is legyen az irány, hogyan lépjen tovább, és mit kezdjen akár a politikai, vagy a gazdasági karrierjével. Tehát zavarja magyarul. Zavar egyébként, hiszen a Démoklész kardja ott van fölöttem, és bármikor, ahogy látom én a román jogorvoslást, bármikor bármilyen döntés születhet. Ez persze nem hagyja nyugton az embert, és folyamatosan ott motoszkál benne. De nem próbálok ezzel foglalkozni, próbálok én koncentrálni arra a tevékenységre, amit felvállaltam, és azt továbbvinni. Az RMDSZ-nek van a megyei tanácsnak is van Gyergyőszent Miklóson irodája. Az MPP-nek van olyan irodája, ahol az megyei tanácshoz tartozó kérdésekben tud válaszokat adni, hírt tud hozni a polgároknak? Korábban egy kis helyiségünk volt, és most igényeltünk egy nagyobbat, hogy ki tudjuk bővíteni a tevékenységünket, és ebben az irodában szeretnénk a lakosokkal a párbeszédet kialakítani. Különböző rendezvényeket, különböző találkozásokat szeretnénk itt megejteni, és úgy az országgyűlési képviselőnknek is helyet adva, vagy a megyei képviselőknek, mint én is gyergyőszéki képviselőként, meghallgatva, fogadórákat tartva a lakossággal, ezt ebben az iroda rendszerben fogjuk akkor majd kialakítani. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb átvehetjük az irodát, és egy felújított irodában tevékenységet ki tudjuk fejteni. Most általában halálra ítéltnek mindig annak utolsó kívánsága. Beszélgetésünk vége felé közeledtünk. Mi lenne
olyan üzenete önnek most, vagy olyan gondolatok, amikről nem volt szó, és jó lenne, hogyha hallanák a tisztelt nézők. Legfontosabban most, ami közeljövőben aktuális és nagyon létfontosságú, az is, hogy a magyarországi választásokon részt tudjunk venni. Hogyha már megadatott ez a lehetőség az itteni a határon túli magyarságnak, hogy beleszólhasson a magyar közügyekben, akkor az országgyűlési választásokon akkor vegyünk részt. Ehhez, hogy részt vehessünk, természetesen regisztrálni kell mindenkinek. A regisztrációt azt 15 nappal a választások előtt azt be kell fejezni, az azt jelenti, hogy március 24-én az utolsó nap, azaz 23-án lezáródik, és akik regisztráltak addig, az utolsó 15 napban akkor elindítják a postán a leveleket Magyarország felül, a Kárpát-medencében mindenhová a regisztrált személyeknek. És aki a regisztráción nem vesz részt, az sajnos nem fog tudni beleszólni a magyar történésekbe. Sokan ellene vannak, sokan ellenzik, sokan nem értenek ezzel egyet, hogy miért kell mi a magyar politikában beleszólni, miért kell az országgyűlési választásokon mi is részt vegyünk. De én azt mondom, hogy az elmúlt időszakokban azt, amit Magyarország megtett a Kárpát-medencében lévő magyarságért és történetesen Erdélyért, és azokat a projekteket, amiket előre terveztek, azokat én azt gondolnám, hogy kellene segítsük, hogy kivitelezésre kerülhessenek. Látva a sport terén kifejtett tevékenységet, látva az oktatás terén kifejtett hozzájárulásokat, és minden egyes szegmensben ott vannak és mögöttünk vannak. Én azt szeretném, hogy továbbra is ez a magyarországi támogatás meglehessen, viszont ahhoz mi is hozzá kell járuljunk, hogy az irányvonal, az az elképzelés és az a támogatási ösztön továbbra is megmaradjon Magyarország részéről. Hiszen, hogyha mi nem teszünk semmit, és mondjam azt, hogy nem élünk azzal a lehetőséggel, amit igazából a magyar állam felkínált nekünk, akkor ez a politikusokban mindig egy picit ilyen visszás érzéseket kelt, hogy nem kapja meg a támogatottságot, akkor azt jelenti, hogy nem jó úton jár. Nem jó az irányvonal, nem jó az a cselekedet, amit mostani kifejtett, és akkor irányt kell változtatnia. És én, ahogy látom, rossz lenne egy irányváltás. Ez, ami most elindult, akkor ez nem kerülne kivitelezésre, és én azt gondolom, akkor elesne Erdély, elesne Székelyföld, nem csak a beruházásoktól, amik effektíven megvalósulnak, hanem az itt élő fiatal generáció, aki most felnő, a sporttevékenységben kiugorhatnak és sok lehetőséget kaphatnának az élettől, ezek alul maradnak. De a vállalkozói szférára is van. És a vállalkozói szférára minden, és ne beszéljek arról, hogy rengeteg millió euró bejött Erdélybe, Romániába, Magyarországról, amit a magyarság támogatására folyósított a magyar kormány. És ennek az áfája természetesen a román kormányi, és ennek a kivitelezési munkálatait itteni építő cégek végezték el, és azok, akik ebben a körben dolgoztak, azok jövedelemhez jutottak ezáltal. Úgyhogy én azt gondolom, nem csak az, hogy egy akadémia létesül, nem csak az, hogy itt a boxakadémiára tetszik utalni. Nem, én a foci, meg a hoki akadémia, és természetesen most a Gyergyai Box Akadémia, ami most veszi kezdetét. Úgyhogy ezek mind nagyon nagy pénzeket jelentenek, de ezek mind beruházásokban fejtik ki majd hatásukat, és a beruházások tudjuk, hogy mindig, ha dolgoznak, akkor munkahelyeket teremtenek, és a munkahely teremtése viszont beindul a vásárlási kedv, és hogyha valakinek munkahelye van, pénze van, akkor már kis üzletbe is vásárol, elmegy, és itt költi el a pénzét többnyire, és beindul egy körforgás. Jobban él a fodrász, jobban él a kisüzletes, jobban élnek a szolgáltatásokkal foglalkozó cégek és személyek, és ez egy hullámot, egy lendületet ad az egész közösségünknek. És hogyha
ebben valakinek segíthetünk, akár a Magyar Polgári Párt irodáin keresztül bejöhetnek, regisztráljanak március 23-áig minél többen, jöjjenek és tegyék meg ezt a lépést, ami egyébként nem egy ördöngös dolog, vagy ha felmennek a választás.hu honlapra, ott megtalálnak minden egyes információt, szükséges információt ahhoz, hogy regisztrációba bekerüljenek. Akik már szavaztak és regisztráltak, ők 10 évig benne vannak a rendszerben, ők már fogják kapni automatikusan a levelet, arra a címre, amit a regisztráció alatt ők annak idején megadtak. Amennyiben a címváltozás van, akkor azt is lehet módosítani, és nem kerül ez sokba egy embernek. 3-5 percébe telik, amíg regisztrál, utána meddig kitölti a megkapott borítékban, kitölti az adatait és visszazárja, és azt a borítékot akár postán, vagy ha felhozza a Magyar Polgári Párt irodáira, akkor mi eljuttatjuk a konzulátusra, és elküldjük a választási irodához, hogy beleszámolják a mi szavazatainkat is a magyarországi választásokba. És én még egyszer hangsúlyozom, hogy ez fontos. Nem lehetünk közömbösek a mostani nyitottság felé, amit Magyarország kormánya és Magyarország felénk nyújt. Nem lehetünk érdektelenek a sorsunk további alakulása és a jövőnkkel szemben. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne számunkra, hogy akár egy parlamenti képviselőt, vagy akár több parlamenti képviselőt is bejuttassunk, mert ezzel tulajdonképpen az erdélyi igényeknek és az akaratnak a megvalósítását fogjuk előrébb vinni és segíteni. Hát legyen ez a végszó. Köszönjük szépen, hogy mostanig követték az adást. Önnek köszönjük szépen, hogy tájékoztatott néhány olyan dologról, amiről nem tudhattunk. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Jó éjszakát kívánok, köszönjük szépen.